Remembrance Day, az az emlékezés a tiszteletadás napja van ma a brit nemzetközösségben az első világháború végét jelző fegyverszünet emlékére. Az elesettek előtti főhajtással szimbóluma a pipacs, és nem kerül el az emlékezés a futball sem, amint azt már ma reggel egyik vendégünk utalt rá, idén a Millwall csapat a terepszínű a olyan katonai mezben lépett pályára. Sport és történelem összefüggései következnek, fórisákos történészre a vendégünk. Jó reggelt kívánok, Ákos! Ö, hogyan alakult ki ez az emléknap? Ugye 1919-ben ünnepelték először, akkor még Armistice Day az egy ilyen fegyverszüneti Igen. nap volt, és a november 11-i egyezmény tiszteletére, és aztán ez a neve is változott országonként, hiszen Veterans Day lett például az Egyesült Államokban belő, belőle. Szóval, milyennek röviden összefoglalva? A történet a kialakulásától. Amikor véget ért a háború 1918. november 11-én, rögtön megjelentek különböző törekvések arra vonatkozólag, hogy erre meg kellene emlékezni, hiszen ez volt a kontinensnek már jó ideje a legvéresebb konfliktusa. Emiatt már 1910- 9-nek a legelején megjelentek különböző kezdeményezések. 5. György ő, brit uralkodó 1919. november 7-én ennek a megünneplését. Az első alkalommal még nagyon szűk körű volt, egy bankett volt a Buckingham palotában a francia elnöknek a tiszteltéje ban alakult ki ennek az egésznek a rítusai. Úgy értem, hogy 20ban avatták fel a whitehall on az emlékművet, ekkor jelnik meg az ismeretlen katonasíja, ekkor jelnik meg a némacsennek a, a eleme. Az, ne? hogy hogyan vált ez veteán vagy emlékezés napjává, itt azt kell elősősorban leszögezni, hogy itt a döntő tényező a második világháború volt. A második világháború szükségessé tette azt is, hogy kitágítsák a emlékezésnek a tejét, és azért, ha kezdték el használni az emlékezés vagy a nap kifejezést, ugyanis ez egy tágabb kerteket ad az emlékezésnek, mint a fegyverszünet, ami csak az első világháborús. Hát már nem csak az első világháborús, hanem a világháborús emlékezés terepére is kiterjedt. Sőt, az úta már még inkább kiterjedt, tehát most az angol kultúrában például iaki vagy afganisztáni áldozatokra is vonatkozik. Ez. Olyannyira összefügg sok mindennel, hogyha arra gondolunk, most majd mindjárt beszélünk a Millwall kezdeményezéséről, hogy hogy emlékeznek ebbe a sportra, meg hogy függött össze a sport futball és világháború, hogy például a a Vigen egyik futbalistája, írszármazású futbalistája, a az emlékezés napjának jelképét a pipacsot nem volt hajlandó a mezén viselni, és aztán levelet írt a tulajdonosának, aki szintén érintett, mint leszármazott az emlékezés napjában, hogy azonban ő a véres vasárnap, ugye a, a deri sortűz miatt nem tud emlékezni. Tehát itt egy megint egy más esemény, egy más emlék az, ami nem teszi lehetővé számára, hogy erre emlékezzen erre a nap, ezen a napon. Igen. a brit történelem. Igen, igen, nagyon bonyolult. Ez rögtön felvett politikai mezőket. Az első az az volt, hogy már 1921-ben tüntetés volt, akkor még amiatt volt tüntetés, hogy a különböző veteránok tüntettek, hogy nem kapnak megfelelő ellátást az állam, államtól. Az 1930-as években elsősorban pacifista tüntetéseket tartottak ezen a napon, ami valóban, ami utalt is, ö, kiéleződött a probléma az a Írországnak az emlékezete. Írországgal az az érdekes, hogy ő nem kevés ír, vagy ír származású katona meghalt az első világháborúban, mint a brit hadsereg tagja. Tehát egyrészt nekik is lenne. Másrészt viszont olyannyira összefonódott ez a brit hadseregnek a kultuszával, hogy úgy gondolják, hogy lehetetlen elválasztani, és ezért vannak különböző elválasztások. De ezen túl most a 2010-es években nem egy olyan nevezzük botány volt, hogy a, az afganisztáni meg a szereplése miatt az Egyesült Királyságnak nem nagyon ő, kívánták, illetve 2007-ben megjelent a pipacs fasizmus ő, megnevezés is különböző ő, baloldali ő, háború ellenes oldalon, illetve ilyek is. A pipacs, a pipacs mint szimbólum, ez honnan jön? A pipacs egy kanadai aleszedesnek a Flandria Mezőin című verséből állt, amit 1915-ben írt egy meghalt bajtásának az emlékéje. A pipacs az azért vált szimbólumá, ugyanis nagyon igénytelen viág. Amikor Flandiába, illetve a nyugati hadszintér többi területén letarolta a tüzérség, illetve a különböző harceszközök a területet. A fű mellett a pipacs volt, ami először nyílt, és ez egyfajta járképle. Egyébként hasonló megtalálható Franciaországban is, Franciaországban a búzaviág, ami egy ilyen jelképé vált. No, nézzük azt, hogy hogyan kötődik a futballhoz, hiszen látjuk, hogy a futballban is aktualizálják ezt az emléknapot. Itt visszautalok akkor megint arra, hogy hát egy, egy tradicionális brit klub, a Millwall híres klub nem első osztályú jelen pillanatban, de hát ennyire fontosnak tartotta, hogy külön egy, egy katonás meszt csináltatott erre a napra. Igen, igen, itt, itt meglátszik, hogy nagyon erős az emlékezett kultúra, de hogyha a Millwall, az mondjuk az, hogy ez az egy, az egy különleges eset, de hogyha az ember megnézi a chelsea a, a mezeket, mindenhol megtalálható a pipas. Tehát ez egy olyan... Ö, összekötő kapocs a brit társadalomban, meg a brit futball kultúrában, amit nem lehet egyértelműen politikai álláshoz kötni. Az, hogy a Millwall, az valószínűleg játszik az, hogy a Millwall elsősorban az által lett híjesi Magyarországon, hogy elég erős ő, szurkolói kemény magja van. Így van, mondhatni, irreguláris alakulatai végt ő, portyázták már az Andrási utat. Annak igen, idén igen, a Ferencváros állam, igen, a kapcsán, és itt Mondhatni természetes, hogy pozitívan viszonyulnak a brit hadsereghez, és itt a meznek a eladásait is, tehát a, ezt a mezt feljállatták eladása, és ennek bevételeiből egy katonai egészségügyi intézménynek is juttattak. No, az, ha egy picit arról beszélünk még, hogy mit jelentett a világháború a sportban, a futballban, mégpedig az, hogy annak idén, ugye, hogyan zajlottak a bajnosságok, miképpen függesztették fel, és hogyan jelent meg a játék akár a hadszintereken, a hadüzemekben, mert háború az háború, de a labda mindig előkerül. Amikor kitört a háború, akkor az egyik első lépés volt, szinte minden hadviselő államnál, hogy beszüntették a labdarúgó bajnokságokat voltak különböző ö, helyi labdarúgó mérkőzések, viszont ezt nem számították hivatalosnak. Az egyetlen megmaradt bajnokság az a svájci volt az első világháború évei alatt. Ugyancsak fontos ö, megjegyezni, hogy a futballnak nagyon fontos propaganda értéke volt, különböző focisták révén hívták a, ö, a ők jelentek meg a plakáton, és azzal által toboroztak. Maguk a focisták is kivették a észüket a háborúból, létrejött egy külön úgymond labdarúgó zászló, el lehetőséget adott az angol rendszer különböző ilyen cimbora a akkor jelentős veszteségeket is szenvedtek a nyugati fronton. De a futball megjelent a Hátországban is, tudunk adatokat arról, hogy a különböző hadifogoltáborokban a pihenése küldött katonáknak az egyik első nette az volt, hogy focipályát csináltak, vagy ami még inkább érdekes, hogy a női labdarúgásnak is egy fontos ö, alapja ez, ugyanis a háború alatt 900 ezer nő dolgozott különböző üzemekben, és ezek a nők ö, is futballoztak a háború évei alatt. Na, tessék, itt van már is a női futball egyik, a kialakulásának egyik alapja, a háború lehetett. Ezek szerint akkor mondhatjuk azt, hogy hogy nagyon mélyen gyökerezik a, a, a brit emlékezés kultúrában olyan mélyen, hogy, hogy hogy jelen van mindig a futballpályákon, és jelen lesz a jövőben is. Igen, igen, meg alapvetően más sportokban is el lehet ezt mondani, például ökbinél is ö, nagy jelentősége van, ö, ott elsősorban Új-Zélandon, Ausztráliában jelentős, Kanadában nagyon nagy ö, kultusza van, és egyébként, hogy a büttektől túlnézünk, ez a brit nem tett közösségen túl, ez a nap ö, ö, a fegyverszünet ö, emléknapja Franciaországban, Belgiumban és Szerbiában, illetve Lengyelországban volt meg a függetlenség napja, ami ugyan ö, nem közvetlenül reflektál háborúra, de mégiscsak a háború évén lett független Lengyelország. Ákos, sport és történelem így függ össze, köszönöm szépen, hogy segítettél megvilágítani. Én köszönöm a lehetőséget.